Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az első osztályú városi kispeás labdarúgó bajnokság 19. fordulójában 45 gól esett, tehát azt mondhatjuk, hogy kitettek magukért a csapatok ezen a játékhéten. A forduló egyik rangadójának a tabella második és harmadik helyezett együttesének csatája ígérkezett. A következő 50 percben a Bombon Fedél Kft. Összecsapást láthatják. A városi kispeás bajnokság 19. fordulójában a rangadó mérkőzésnek reményeink szerint a Bombon Fedél Kft. Összecsapás bizonyul, hiszen a tabella második és harmadik helyezettje csap össze, és mindössze 18 másodperc telt el a mérkőzésből, és Tóth Péter meg is szerzi a vezetést a Fedél Kft. Javára. Nem kellett sokat várni tehát az első találatra. Kérdés, ez mennyire lepte meg a kékmezes bomboltot, mert hogy még arra se volt időm, hogy elmondjam, hogy melyik csapat merre és milyen mezben támad. Tehát kék mezben a Bombon, jobbról balra, még a Fedél Kft. A szokásos fehér-piros szerelésében, balról jobbra a képernyőn a láng kirúgása, komáromi fejed vissza, és aztán Rózsa szeridíti meg, Borostyán nyak adja hátra. A második percben járunk tehát, és már is 1-0-ra vezet a Fedél Kft. Mint ahogy azt mondtam, a tabellán a második jelen pillanatban 16 mérkőzés után a Bombon 31 ponttal, még a Fedél Kft. A harmadik 30 ponttal. Kiélezett csatára lehet tehát számítani. Mindkét együttes harcban a dobogó helyezéseiért, vagy éppen a bajnoki címért, bár attól egy picit már messze kerültek az együttesek, hiszen a pontvadászatot jelenleg a Turullány vezeti 42 ponttal, míg az egy mérkőzéssel többet játszottak a Turul játékosai, mint a Bombon, vagy éppen a Fedél Kft. Labdarúgói. Molnár, Varró, Knausz, szabad rúgás a Bombon javára. Komáromi, Varró, Balló viszi el. A hatodik fordulóban 4-4-es eredményt ért el a két együttes. Akkor tehát nem tudták döntésre vinni a dolgot. Molnár beközépre, és Szoboszlai nem tudott beleérni a labdába. Felszabadítottak a Fedél védői. Knausz, nagy lövés a kapu mellé. A Bombon együttesében két játékos és hetes számmal a pályán. Knausz és Szoboszlai. Őket játékstílusuk, termetük és külalakjuk mellett azt különbözteti meg, hogy Szoboszlai kék sárgában, tehát sárga csíkkal játszik. Aki pedig szám nélkül, ő Molnár Csaba, a Bombon csapatkapitánya. Éppen ő áll Borostyán elé. Molnár, Knausz, Komáromit futtatja a bal oldalon. Tóth Péter szöglet. Szoboszlai szöglete levágódik, és bedobás lett a dologból. Komáromi. Láng lépett ki, és húzza le a labdát. Balló Sándor, Rózsa, Tóth Péter.
Balló. Sarokkal tovább. Nem volt rossz az elgondolás. Úgy tűnik, hogy egyik együttesnek sem fekszik igazán ez a korai időpont. Kedd 7 óra, hiszen mindkét együttes egy-egy cserejátékossal érkezett a találkozóra. Nem igazán tudnak tehát majd frissíteni, sem egyik, sem pedig másik oldalon. Borostyán. Rózsa. Molnár. Komáromi. Az ő lábát érintve hagyja a labda a játékteret. A 6. percben járunk, 1-0-ás fedélvezetés. A Bombon 16 mérkőzésen 9 győzelmet aratott. 4 döntetlen és 3 veresége áll még a nevük mellett. A Fedél Kft. Pedig ugyancsak 9 győzelemmel rendelkezik. 3 döntetlen és 4 vereség. A Bombon 1 góllal többet lőtt eddig, az idei bajnokságban szám szerint 72-t, a Fedél csak 71-et. És a kevesebb gólt is a Bombon kapta, 47-et, míg a Fedél 54-et. De természetesen a Bombon statisztikája már romlott, hiszen már 48 a kapott gólok száma. Rózsa, szép csel, Revelant, Tóth, Molnár, Szoboszlai, nem értették meg egymást Komáromival, Horváth Zoltán. Komáromi fürelte rá az átadást. Borostyán. Láng. Balgó felé szállt az ívelés. Knausz fejelte vissza. Molnár. Nyolcadik perc. Bombon Fedél 0-1. Láng kirúgása, Balló kezét érte a labda. Persze lehet, hogy csak én láttam így. Horváth. Tóth. Knausz. Varró szeridíti meg, Molnár Csaba. Szoboszlai. Varró érkezett volna. Tóth azonban megelőzte őt. Molnár bedobása, Komáromi. Horváth. Rózsa. Balló. Szép lövés volt a kapu mellé. Knausz. Varró. Vetődik ki, és veszi birtokba a játékszert. Balló. Egy picit lecsúszott a lábáról. Balló. Szépen tette tovább. Rózsa lövését pedig Revelant hárította. Borostyánnak kell kihalászni a labdát a palánk mögül.
szöglet. Ez is egy óriási helyzet volt most a Fedél Kft. Előtt. Balló Sándor lőtte a kapu erőtérébe a labdát, Rózsa pedig majdnem az üres kapu mellé lőtt. Szoboszlai. Knausz. Szoboszlai. Knausz kapja vissza. Rózsa. Fedél szabad rúgás. Balló Sándor felé száll a labda. Knausz fejelte haza. Komáromi. Varró. A kaputorkából, a gólvonalról. Horváth Zoltán lábáról vágódik ki a labda az alapvonalon túlra. 11. perc. 1-0-ás fedélvezetés. Szoboszlai jól veszi át és egyenlít. Szoboszlai könyörtelenül helyezi fel a labdát a felső léc alá. 1-1 a mérkőzés állása a 12. percben. Varró. Kidobása Balló Sándor felé. Borostyának egy kicsit hosszú volt a labda. Szoboszlai. Balló. Rózsa. Zab. Rózsa, Revelant, szöglet. Hatos számmal Zab Zoltán a Fedél Kft. Együttesében a pályán. Tóth Péter helyett érkezett csereként. Komáromi felé, egy lő, messze-messze a kapu fölé, marad az 1-1-es mérkőzés állás. Komáromi, Szoboszlai. Knausz. Varró. Szoboszlai. Molnár mozgott a labda felé. Azonban nem jutott el hozzá. Knausz. És Borostyán dobhat. Láng. Zab. Hódor. Horváth Zoltán. Borostyán. Knausz. Balló bedobása, Hódor. Revelant szedi össze. Molnár engedi ki. Bedobás.
Molnár visszaszerzi fölé. Zab. Ódor. Barró. Be középre, mindenki előtt ott elsuhan azon a labda. Lángi kidobása, Knausz fejli vissza Balló, aztán megint Knausz. Rostyán. Ódor. Balló pergeti fel. Máromi érkezik. Szöglet. Horváth Zoltán hibája, Szoboszlai, Molnár, láng elfekszik, és 2-1-re vezet a Bombon. A félpályánál elvesztették a labdát a Fedél Kft. Játékosai, és Szoboszlai, valamint Molnár Csaba megoldották a helyzetet, és már 2-1-re vezet a 17. percben a Bombon. Megfordították tehát a kékmezesek az eredményt. Határ. Ő is most állt be. Csereként. Reveland. Igaz, már láttunk 3 gólt, de azt azért semmiképpen sem lehet mondani, hogy tövig rágtuk volna körmeinket az izgalomtól. Nausz. Ódor rántja le. Tóth Péter lépett ki, előzte meg Varró Gyulát, ő tartja még a labdát. Zab. Ódor kapná, kiengedi inkább, Molnár lábáról hagyta el a labda a játékteret. Ódor bedobása pedig mindenki feje felett elszáll a túloldalról. Knausz hozhatta játékba a bőrgolyót. Molnár. Knausz. Határ kéri, kapja is. 4 Fedél játékos vette körül. Varró. Komáromi. Határ. Nem tudja betenni középre. Tótról vágódik ki. Egészen a felező vonalig. Molnár, lángról jön ki, Varró ismétel mellé. Egy picit, mintha Varró Gyula feltette volna a lábát. Ódor, Balló. Határ adja el, Ódor kiengedi. Balló. Ódor kapja vissza, Komáromiról vágódik ki. Borostyán lángot hozta egy picit kellemetlen helyzetbe. Zab lökte a levegőben Komáromit. Molnár. Borostyán jó ütemű szerelése. Molnár Csaba inkább Komáromindok adja a bedobást. Határ lövése, kapu mellé száll. 19. perc, 2-1-es Bombon vezetés. Knausz. Tóth. Balló. Ódor. Nem tudott lefordulni őrzőjéről. Balló. Molnár, 3-2 ellen, Határ, láng, és most felszabadult a Fedél kapuja. Zab,
Borostyán nem éri el. Varró. Balló. Knauszról vágódik ki, Molnár Csaba várja. Határ. Knausz. Varró zárkózik fel a bal oldalon. Határ. Egészen hátra. Reveland kapusig. Knausz. Fedélbedobás. Komáromi fejli ki. Határ. Komáromi. Ódor lendítette ki az egyensúlyából. Bombon szabad rúgás a mérkőzés 21. percében. Molnár Csaba. Lang lábbal hárít. És aztán Borostyán indult volna meg. Tóth. Hódor. Zab. Hódor. Tóth Péter. Keresik az embereket, akiknek lehetne adni a labdát. Zab. Varró piszkált. Balló. Határ. Lány kidobása. Határ Csaba fejeli vissza. Molnár. Várta, hogy jobb oldalon Knausz felfusson mellette. Ő azonban ezt nem tette. Így a fedél lendülhet támadásba. A 22. percben. Tóth. Reveland hosszú kidobása. Borostyán. Komáromi. Komáromi még. Lövésre vállalkozik, Tóth azonban közbelép. Molnár. Lang. Zab indul meg. Knausz. Határ. Majd Molnár Csaba. Varró. Molnár, szép játék. Lang veszi birtokba. Tóth. Hódor. Lang. Balló fejjel középre, Komáromi pedig szintén fejjel haza, Reveland kezébe. Knausz, Komáromi kéri, kapja is. Kapná pontosabban. Egy picit magas volt neki a labda. 24. perc, tehát lassan az utolsó perc kezdődik el az első fél időben. 2-1-es a bonbon vezetés. Balló. Knausz bedobása. És a Fedél Kft. Dobhat. Varró. Molnár bent tartja. Hódor mellett nem tud elmenni. Zab. Üres területre, ott, ahol nincs játékos társ. Szöglet. Balló Sándor szöglete. Komáromi hozza ki. A 25. percben járunk, határ. Lang.
borostyán. Knaus tartott rá a lábára. És le is fújják a játékvezetők. Ódor. Egy távoli lövés. Reveland öklözi ki a labdát. Borostyán közben lebicegett a pályáról, és érkezett helyére Rózsa. Ódor Komáromiról vágódik ki, és nincs tovább. Vége az első félidőnek. 2-1-re a Bombon vezet. A gólszerzők az egyik oldalon Szoboszlai 2 találattal, még a másikon Tóth Péter 1-jel jegyzi nevét. Megkezdődött a második félidő, 2-1-es Bombon vezetés. Komáromi, Klaus. Reveland. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy a második fél időben nagyobb íramra kapcsolnának az együttesek. Márpedig jó lenne, mert egyelőre nem muzsikálnak. Túl nagy izgalom fokozaton. Balló. Horváth Zoltán. Molnár, Balró tovább. A két együttes 2002-ben, azaz a tavaszi idényben a következő képben szerepelt. A Bombon a 14. fordulóban 6-4-re verte a Sunyés barátait. A 15-ben 4-4-esre döntetlent játszott az Apriliával. A 16-ban 3-2-re verte a Koralt. A 17. fordulóban a Bombon szabadnapos volt. A 18. játék héten 6-2-re verték a fészeképítőt. És a Fedél Kft. Eddigi eredményei. Ők a fészeképítőkkel találkoztak a tavaszi első fordulóban, akkor 7-1-re győztek. A 15. fordulóban 2-1-re kikaptak a Trulline-tól. Aztán volt egy félbeszakadt mérkőzésük a Csép Plusz-vel. Akkor a félidőben 1-0-ra vezettek. És a világítás megkívásodása miatt kellett felösszakítani a találkozót, és a 18. fordulóban pedig a Kufvecától 4-3-as vereséget szenvedtek legutóbb, tehát ami igen-igen nagy jelentőséggel bíró eredmény, hiszen aki bajnok akar lenni, vagy a dobogó közelében dobogón akar végezni, annak nem nagyon szabad hibáznia. Tabella alatta álló csapataival szemben. Molnár fejese, Horváth Zoltán válláról pattan láng kezébe. 29. perc. 2-1-es Bombon vezetés. Molnár, Molnár még! Láng. Ódor. Molnár szerelte Rózsát, Molnár Csaba, és aztán Ódor tisztáz. Thank you.
láng. Határ. Varró. Horváth Zoltán lépett ki a labdával. Most Zabtól kapja. Négy fedéljátékos próbált rohamozni, azonban a támadás elakadt. Láng, Zab, Komáromé érkezik és szerel. Ódorhoz kerül a labda. Határ. Komáromé. Jó cselek. Két fedéljátékost is ott hagy Komáromé, aztán pedig eladja a labdát. Varrónak nem volt pontos a passz. Zab, Határ szerel, Molnár, Útor, Molnárhoz kerül vissza, sok a hiba nagyon mindkét oldalon. Revelant kéri a társaktól, hogy mozogjanak, hogy tudja kinek adni a labdát. Bombon szabad rúgás. Harmincegyedik perc. 2-1-es bombon vezetés, Határ szabad rúgása a sorfalról levágódik, és aztán Molnár Csaba elől láng veszi birtokba a labdát. Egy kisebb szópárbaj. A fedéljátékosok szerint Molnár meglehetősen durván érkezett a fekvő láng kapusra, illetve a labdára. Varró bedobása. Horváth Zoltán előzte meg Molnárt, jókor lépett ki, és aztán Revelant. Komáromi. Varró. Knausz. Tovább viszi. Egészen mostanáig. Ódor szabadít fel. Komáromi dobja haza. Revelant. Komáromi. Határ. Láng öklözi ki. Komáromi. Molnár. Ódor, majd Zab a labdával. Nagyon jól ugratja ki Rózsát. Balló mellé. Revelant. Hát ez senkinek. Ódor csúszik el. És így a bombon hozhatja a játékba a labdát. Balló, Zab, Knausz vele szemben, Komáromi, Láng, Horváth Zoltán, Ódor, 34. perc. Rózsa. Határ a magasba. Knausz fejli előre. Zab vehet ide, ezt meg is teszi, és egyenlőre jól tartja a labdát. Szoboszlai nem tudta tőle elvenni, Balló. Zab kapja vissza. Határ. Lángnak kellett lehúznia. Rózsa. Revelant. Határ.
varró. Határ. Knausz. Komáromi. Jó cselek. Fedélbedobás. Láng előre. Knausz fejre vissza. Ódor lépett közbe. Határ. Komáromi. Knausz. Jók a cselek és gyönyörű gól. Knausz Tamás most megállíthatatlannak bizonyult. És ő szerzi a harmadik bombon találatot. 3-1-re vezet a bombon. A 36. percben. Szoboszlai két gólja mellé most már Knausz is feliratkozik a bombon góllövő listáján. Láng. Rózsa. Balló. Ódor. Knausz. Szoboszlai varrót ugratta volna ki. Túlságosan gyors volt a labda, és így ezáltal hosszú varró Gyulának. Zab. Knausz lép ki, jó ütemben. Varró nem tudja bent tartani. Fedélbedobás. Zab. Rózsa, Láng, illetve Revenand, elnézést. Knausz. Ódor lépett ki jó ütemben. Tulajdonképpen határozottan védekeznek az együttesek a bombon. Többet birtokolja a labdát, több támadást vezet. A Revenandnak nem igazán akad dolga. És a Fedél Kft. Oldalán pedig elég egyetlen kihagyás, és azt a bombon már is kihasználja. Túl sok kihagyás nincs a mérkőzésen. De annyi van, hogy az éppen elég legyen a bombonnak. Gólokat termeljen. Komáromi. Varró. Szoboszlai Varrónak vissza. Rózsában akad el. Láng kirúgása. Határ. Szoboszlai. Határcsaba szöglete, amely inkább bedobás. Szoboszlai. Zab. Revenand engedi ki. 39. perc, 3-1-es bombon vezetés. Határ indítja az ellenfelét, Zabot. Rózsa, ő pedig elveszti a labdát. Komáromi. Szoboszlai eladja. Rózsa érkezik, aztán Borostyán a labdával.
borostyán még Ódor, Komáromi, visszakerül a labda borostyán Csabához. Baldó, aki a fedél házi gól királya, Szoboszlai, Rózsa, Ódor, Zab megindulhatott volna a labdával, hogyha Komáromi nem csípi el. Most már Rózsa Barróról vágódik ki, Katár Csaba pedig sorokkal ment. Borostyán. Balló. Komáromi rúgja ki. 41. perc. Továbbra is 3-1-es bombon vezetés. Knausz Szoboszlai határhoz. Revelant. Varró piszkált volna bele, Szoboszlai 4-1. Láng kezéből kiperdül a labda éppen Szoboszlai elé, akinek már nincs nehéz dolga, az üres kapuba kell passzolnia a labdát. A 41. percben 4-1-re vezet már a bombon. Szoboszlai harmadik gólját szerzi. Komáromi fejelte ki. Szoboszlai megint a labdával a bal oldalon. Bevárja a társakat. Most már talán túl sokat is várt. Molnár határ sarokkal próbálta tovább tenni, ez sikerült, Komáromi tartja. Egészen hátra Revelanthoz. Szoboszlai mellé. Rózsa, Zab. Molnár fordulhat. Nagyon gyors Molnár, és keresztbe lövi a kapu előtt. Szinte állva hagyta Tóth Pétert. Knausz, Szoboszlai, Molnár. Láng szedi fel. Rózsa. Knausz. Revelant. Komáromi. Szoboszlai. Molnár. Bombondobás. Egyben harmadik perc Komáromi bedobása. Balló. Zab indulna meg. Knausz Gyötri nem tudja megállítani Zab Zoltánt, aki végül is kisodródva a kapu fölé lő. Revelant. Molnár. Határ. Komáromi. Rózsa lépett ki. Rózsa még egy lövőcsel, aztán tovább viszi Zab. Nauszról vágódik le. Ilyen szöglet. Határ. Szoboszlai, Molnár, szép gól. 5-1. 45. perc. Szoboszlai most passzadóként, Molnár góldövőként jeleskedik.
és már 5-1 a mérkőzés állása. Ez már demoralizáló lehet a Fedél Kft. Számára. Komárovi láng érkezett ki kapujából elszántan. Határ. Komáromi. 6-1. Komáromi senki nem zavarta, nem lépett ki rá senki. Ballal lövésre vállalkozott a kaputól mintegy 9 méterre. És a labda akadálytalanul vágódott a kapu bal oldalába. 6-1. Komáromi is feliratkozik most már góllövők listájára. És a 46. percben járunk, tehát 4 perc a hátra lévő idő a mérkőzés rendes játék idejéből. Szoboszlai óriási helyzet megint, és Molnár elpuskázza. Hát bizony most már kényekedve szerint alakíthatja ki helyzeteit a bombon. A Fedél Kft. Túl sok mindent nem tud csinálni ellenük. Knauss zárkózik fel, ez már kint volt. Fedél bedobás. Balló. Reverand. Határ. Komáromi. Knauss. Molnár, kapufa. Borostyán. Balló. Knauss. Molnár. Jó a csel. Határ. Láng vetődik ki. És hiúsítja meg a bombon támadását. Tóth. Ódor. Balló. Revelant hárította Borostyán lövését. Fedélbedobás. Ódor végzi el. Komáromi. Molnár Csaba kapja, nagyon pontos volt a labda. Molnárhoz kerül vissza, Komáromi, Szoboszlai zárkózik fel, kapja és a labdát. 7-1. A gólszerző ismét Molnár Csaba. A kapufánál várta a játékszert, és tulajdonképpen csak bele kellett tennie a lábát. 7-1-es bombon vezetés a 48. percben. Ódor. Tót. Tulajdonképpen a Fedél Kft., mint hogyha már nem is igazán erőltetné a támadás vezetéseket. Ezek persze próbálkoznak, most Tót lő, Revenantnak kellett hárítania. A labda a kapu közepe felé tartott éppen oda, ahol Revenant állt. Balló szöglete. Komáromi és Szoboszlai indulhat meg zicserben. Szoboszlai szép, 8-1. Először átemelte a kifutó láng, kapus felett a labdát, aztán a lehulló játékszert az üres kapu közepébe fejelte. 49. perc, Szoboszlai negyedik találata. 8-1-es bonbon vezetés. Hát azt hiszem, hogy erre egyik fél sem számított ilyen nagy arányú, nagy gólarányú eredményre. És 9-1, most már teljesen összezuhant a Fedél Kft. Molnár Csaba szinte a félpályáról vállalkozott lövésre. És a 49. percben még Molnár is betalál. 9-1-es bonbon vezetés.
Molnár is már 3 gólos ezen a mérkőzésen persze. Horváth Zoltán, Tóth Péter, és a Bombon még így is, picit, hogyha letámadna, már a fedél tér felén felvették az embereket. Másodperceken belül letelik a rendes játékidő. Bombon dobás ugyan Horváth Zoltánról ment ki a labda. Komáromi bedobása. És vége a találkozónak. 9-1-re nyert a Bombon Bolt. Hiába szerzett vezetést a Fedél Kft. Ma már a 18. másodpercben. A Bombon tulajdonképpen lemosta a pályáról a Fedélt. A góllövők a Bombon együttesében Szoboszlai 4-szer, Molnár Csaba 3-szor volt eredményes. Rajtuk kívül pedig még Knausz és Komáromi is betalált az ellenfél hálójába, a Fedél egyetlen találatát pedig Tóth Péter jegyzi. Még egyszer a végeredmény, Bombon Bolt Fedél Kft. 9-1. A Bombon győzelmével megerősítette második helyét a tabellán, míg a Fedél Kft. Lecsúszott a képzeletbeli dobogóról. A 16. fordulóból elmaradt mérkőzést is ezen a héten játszották le, most következzenek az összefoglalók. A Blue hétfő fészeképítők összecsapáson már az első percekben látni lehetett, melyik az a csapat, amelyiknek égetően szüksége van a győzelemért járó 3 pontra. A narancsmezes fészek kezdett nagyobb lendülettel, többször is veszélyeztette a Blue hétfő kapuját. Azonban, ahogy az lenni szokott, az az együttes szerzett vezetést, amelynek tulajdonképpen addig még helyzetesen volt. A gól meghozta a hétfő intenzitását és növelte előnyét. A fészek ugyan szépített, és ezt a legjobbkor tette, ám ezt mégsem tudta a saját javára kovácsolni. A Blue hétfő tovább növelte előnyét, már-már biztos vezetésre téve szert. Fordulás után a fészek már valamivel eredményesebb támadásokat vezetett, és felzárkózott. Sőt, már-már bravúrt hajtott végre, hiszen a találkozó végén negyedszer is bevette a hétfő kapuját, ami pontosztozkodást jelentett. A végeredmény 4-4. Most vicces akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy 4-1-ről feljöttünk 4-4-re, de ez abszolút nem az igazság. Mert megint mi rontottuk el a kérdést az elején, viszont az első pont megvan tavasszal, úgyhogy most már mindenki meneküljön. Elszúrtuk. 4-1-re vezettünk, mi nekünk állt a meccs, kihagytuk a helyzeteket utána, akkor nem elkomolytalankodtuk a másik példát. Gólokkal kellett volna nyerni ezt a meccset is. A 9. szépő szeder és a 11. korral között mindössze 2 pont volt a különbség a 19. forduló előtt. A két együttes ősszel 3-3-as döntetlent ért el, és a mostani mérkőzés elején is nagy volt a küzdelem a mezőnyben. A korral magabiztos játékával meglepte a szép hőt. A fehérmezesek 4 gólos előnyre tettek szert, míg a szeder csupán helyzetekig jutott. A második félidő derekán aztán a kissé idegesen játszó szép hő magára talált és felzárkózott. Sőt, attól sem rettentek vissza, hogy ellenfelük tovább növelte előnyét. A végére is maradtak izgalmak, hisz a szép hő szeder 1 gólnyi távolságra közelítette meg a koralt, de a végig pontosabban játszó fehérmezes együttes nem engedte ki kezéből a győzelmet. A végeredmény 5-4 a koral javára, mely gárda előrébb lépett a tabellán. Úgy gondolom, hogy a rengeteg helyzet, amit kihagyunk, az egy idő után görcsössé válik a játékunk, és most itt a végén ugyan jöttek a gólok, de hát már időse volt, hogy meg tudjuk fordítani, de nem itt kéne igazán eldönteni a meccset, tehát nem a meccs végén kéne igyekeznünk ennyire. Mivel tudtátok ma megverni a szép összeder? Talán jobban akartunk, mint a szép összeder. Talán egy kicsit idegesebben játszottak, mint kellett volna. Meg hát talán technikásabb játékosok voltak nálunk. A Süni és barátai Aprilia motorosbolt összecsapás elején az Aprilia birtokolta többet a labdát. A Süni játéka leginkább a kontrákra épült, pontosabban épült volna, hiszen az Aprilia még az alapozás előtt rombolni kezdett. A gól után a Süni aktivizálta magát olyannyira, hogy az egyenlítést is kiharcolta. Ekkor megállt a Süni és barátai tudománya, újra az Aprilia irányított és állva hagyta ellenfelét.
Fordulás után kiegyenlítettebb játék folyt a pályán. A játékosok mindkét oldalon veszélyes helyzeteket alakítottak ki. Gólt azonban már csak a Süni szerzett, kialakítva 4-2-es aprilia győzelmet jelentő végeredményt. Megpróbáljuk ezt a magunknak ezt az visszaállós játékát játszani. Van, amikor összejön, van, amikor nem. Most egy kicsit szerencsénk volt, és nyertünk 4-2-re. Nagyon jól játszó ellenfelet vertünk meg. Ellenfél jobb volt, jól összejöttek. Azt hiszem, többet nem is tudnék mondani. Csapatkapitány mennyire hiányzott eltiltása miatt? Hát így talán bent maradunk. Akkor 6 meccset kapott, úgyhogy van esélyünk a bentmaradásra. A tabella 7. helyén álló Klubfeca az 5. C+V-vel találkozott. Igazi presztízs csatának indult tehát a mérkőzés. Mindkét együttes nagy iramot diktált, hol az egyik, hol a másik oldalon akadt dolga a kapusoknak. A vezetést egy rögzített játékszituációt követően a Klubfeca szerezte meg. A kékmezes C+V némi szerencsével ugyan, de a Feca védelmi hibáját remekül kihasználva a félidő zárása előtt egyenlített. Fordulás után talán még kiérezettebb csatát vívtak a csapatok. A C+V megfordította az eredményt, ám nem örülhetett sokáig a címvédő, hiszen a Feca egyenlített. Már-már úgy tűnt kialakul az igazságosnak mondható 2-2-es döntetlen, azonban a C+V játékosai nem bírták erővel a mérkőzés hajráját, és ezt a Feca fiataljai kihasználták. A meccset a Klubfeca 4-2-re nyerte. Tudtuk azt, hogy a C+V be fog állni védekezni, mert nem az a fiatal futócsapat, de hátra nagyon jól indulnak. Tudtuk, hogy nehéz az gólt tűnni a Petinek. Az volt a taktikánk, hogy szorosan figyeljünk kell a Szabó Józsira, így is betalált, és tudjuk be ezt a kevés helyzetünket. Ennyi volt, majdnem nem sikerült, de a végén azért összejött. Kevesen voltunk, és tudtuk, hogy erővel nem fogjuk végigbírni, és hát sajnos ez be is igazolódott, mert a második fél idő 20. percig vezettünk 2-1-re, és 5 perc alatt sajnos kaptunk 3 gólt, elfáradtunk. A Turulány Cooper SC összecsapást mindkét fél nagyon fegyelmezett játékkal kezdte. A térfél két oldalán remek védelmek fogadták a támadásokat. Az éppen offenzívát indító alakulatok csak nehézségek árán jutottak el igazi gólhelyzetbe. Az idő múlásával egyre több eradott labda tarkította a játékot. A Turulány esélyeshez méltón 2 gólos előnyre tett szert, melyet a Cooper a második félidőben ledolgozott. A listavezetőt nem zavarta meg, hogy szorongatott ellenfele, és gólokkal nyomatékosította győzelmi szándékát. A végeredmény 4-2 a Turulány javára. Ezt kellett volna csinálnunk, hogy visszaállni és megpróbálni lekontrázni őket, de hát így azon egy ideig sikerült is, de átvették a vezetés, akkor kénytelenek voltunk támadni, és így felrúgni az egész dolgot, amit elterveztünk. Milyen taktikát vázolt az edző a mérkőzés előtt? Hát azt kellett, hogy menjünk fel rájuk, és próbáljuk beszorítani őket. Az elején nem igazán sikerült. Néhány csere volt, és utána felpörögtünk, és sikerült a vezetést is megszerezni, úgyhogy mégis úgy érzem, hogy sikerült a akaratunkat érvényesíteni, bár voltak nehéz időszakok, mert ugye feljött az ellenfél, de úgy érzem, hogy azért küzdelmes mérkőzésre megérdemelt győzelmet arattunk. A 16. fordulóból elmaradt Fedél Kft. C+V mérkőzés igen érdekes körülmények között kezdődött. A játéktér szomszédságában egy diszkó dallamai adták a ritmust a játékosoknak. Az első félidő nagy részében csak helyzetekig jutottak a csapatok. Az ütemtömeghez jobban alkalmazkodó Fedél Kft. Aztán megszerezte a vezetést, de nem örülhettek sokáig a fehérmezesek, mert a C+V még az első 25 percben megfordította az eredményt. A második félidőben még egyenlített a Fedél, de ez volt az utolsó momentum, amikor még szoros volt a versenyfutása 3 pontért. A címvédő okosan játszott, a Fedél pedig teljesen megtört a C+V nyomása alatt. A kékmezesek termelték a gólokat, a Fedél pedig csak kozmetikázta az eredményt, így alakult ki a 6-3-as C+V győzelem. Mennyire volt zavaró tényező a zenevona? Engem nem zavart, lehet, hogy a többieket zavarta. Hogyan értékeled a mai mérkőzést, miben volt a hiba? Az a sok zakó, amit eddig kaptunk, görcsössé vált, szerintem. Nagyon akartunk, de mégse jön össze. Én ebben látom. Nagyon furcsa mérkőzés lesz, de hát mindenbe igazolt minket, mert diszkón zenére még nem játszottunk. Hát úgy néz ki, hogy még az öregek a diszkóba is jobbak. Az erő és a tudás, a rutin az kijött, jobban akartuk a győzelmet, ők szerintem lekezeltek, de egy C+V-t még 1-2 évig nem szabad lekezelni, úgy érzem. Nézzük a 19. forduló eredményeit. Bombom Fedél Kft. 9-1, Blue Hétfő Fészeképítők 4-4, Széphőszeder Koral 4-5, Süni és Barátai Aprilia Motorosbolt 2-4, Klubfeca C+V 4-2, Turulány Cooper SC 4-2.
A 16. fordulóból elhalasztott találkozó eredménye Fedél Kft. Csé plusz V 3-6. A tabellát továbbra is a Turul Line vezeti 18 mérkőzésen 45 pontot szereztek, második a Bombon 17 mérkőzésből 34 ponttal, és harmadik az Aprilia 32 ponttal. Szorosan a dobogó közelében negyedik a Csé plusz V szintén 32 ponttal, ötödik a Blue Hétfő 30, és hatodik a Fedél Kft. Szintén 30 ponttal, aztán kicsit leszakadva a mezőny többi csapata, hetedik a Klubfece 24, nyolcadik a Cooper SC 19, kilencedik a Korral 17, tizedik a Szépőszeder 16, tizenegyedik a Fészeképítők 15, tizenkettedik a Bádogos 14, és tizenharmadik a Sünni és Barátai 10 ponttal. Az 1B 19. fordulójában a következő eredmények születtek: Truck Trailer SC Shellgáz 5-4, Fehérvár Horgászbolt MÁV Gépészet Alba Kerelme 57 Kft. 2-9, Dekkebauer SE Poyák BT 3-6, Fehérvíz Ságépítő RT 4-3, Fevita Más Tészta 2-6, Hungária Taxi Maratonsport 3-4, Zöldker 96 Kft. Lancaster-Köfém 2 4-2. A bajnokságot a Maratonsport vezeti 45 ponttal, második a MÁV Gépészet 42 és harmadik a Fevita szintén 42 ponttal. Negyedik a Poyák, ötödik a Dekkebau, hatodik a Truck Trailer, hetedik a Zöldker, nyolcadik a Más Tészta, kilencedik a Fehérvíz, tizedik a Ságépítő RT. A kieső helyeken jelen pillanatban 11. a Fehérvár Horgászbolt 19, 12. a Hungária Taxi 18, 13. a Lancaster-Köfém 15 és 14. a Shellgáz 3 ponttal. A 20. fordulóban a következő párosítás szerint lépnek pályára az együttesek. Kedden a Fészeképítők Bádogos, a Fedél Kft. Blue Hétfő, a Csé plusz V Bombon, még csütörtökön a Korral, Sünni és Barátai, az Aprilia Motorosbolt Turul Line és a Cooper SC Klubfeca találkozókat láthatják a Videoton oktatási központban. A jövő héten a Szabadnapos, a Szépőszeder együttese lesz. Kedves nézőink, ennyi volt mára a kispálya, én megköszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is, a viszontlátásra!